Országszerte megemlékeznek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. Budapesten a központi programok reggel 9 órakor a hagyományos zászlófelvonással kezdődnek a parlament előtti Kossuth téren. Ezt követően mind a múzeumkertben, mind a budai várban ingyenes családi programok és különleges kiállítások sora várja az érdeklődőket, de lesznek irodalmi előadások is. Az önnepi programokról is beszélget a következő percekben Balázs vendégeivel egy helyre koncentrálunk majd, illetve többre is természetesen majd mindjárt kifejtjük ezt bővebben, mert hogy két vendégem is érkezett. Egyrészt Sikota Krisztina, a Várkapitányság turisztikai, kulturális és kommunikációs vezérigazgató helyettese, kezét csókolom, jó reggelt, jó reggelt kívánok. kívánok. és üdvözlöm a stúdióban Ézsiás Vencel, hagyományőrző huszártisztet, bár gondolom ezt el se kéne mondani, hiszen ha látják a nézők, hogy milyen gyönyörű hagyományőrző ruhában van, akkor már kitalálhatták. Jó reggelt kívánok. Ha megengedi, akkor a hölgyel kezdjük Én először is és a programokkal. Azért mondtam, hogy egy helyszín, de mégis több helyszín, mert a budavári Palota negyedről van szó, amely ugye egy komplexum, tehát több helyszínből is áll. Milyen helyszíneken és milyen programokkal várják itt az érdeklődőket? Alapvetően két helyszínen, a Várkert Bazárban, illetve a Budavári Palotában, a Csikós udvarban, ahol a gyönyörűen felújított, illetve újjáépült Lovarda épületében, illetve a Főőrség épületében, amely szintén újjászület lesznek a programok. Az időjárás egy kicsit bizonytalan, de hál' istennek a, a lovardában van lehetőségünk azokat a programokat megvalósítani, amelyeket a csikós udvarba terveztük. Úgyhogy kérem, hogy aki hozzánk látogat, az tájékozódjon előtte a honlapunkon. Ilyenkor, amikor szervezik a programokat előzetesen, akkor nyilván figyelembe kell venni természetesen azt, hogy milyen e, történelmi korszakról van szó. Ugye az 1848-49 forradalom és szabadságharcról beszélünk. Milyen típusú programokkal készültek, hogy lekös a nézőközönsége hagyományosan hagyományosan egésznapos programokkal, élményekkel várjuk a, a, nálunk ünneplőket, és ilyenkor is a családokra fókuszálunk. Igyekszünk olyan programokat szervezni, amelyek az egészen kicsiket is megszólítják, de élményt biztosítanak a, a felnőttebbeknek, a nagyobb korosztálynak. Tehát, hogyha gyerekekkel kezdjük, akkor... Igen, e... néhány programot emeljünk ki. Akkor azt gondolom, hogy egy, a, a huszárok, akik ma jelennek meg először a, a, Palota negyedben, mert elindul egy huszárjáról szolgálat, mi, hagyományosan mindig március 15-én indítjuk ezt el, tehát lesznek huszárok, akik lovon, zenével várják a, a gyerekeket, és Megismerkedhetnek a gyerekek azzal a huszártáborral, amelyet a lovardában rendezünk be számukra, hogy milyen is volt a 48-49-es szabadságharc huszárainak az élete. Megismerkedhetnek az ő fegyverzetükkel, a gyönyörű ruházatukkal és maguk is készíthetnek fakardot, csákot, és kipróbálhatják, hogy milyen is kis huszárnak lenni. Lesz toborzó, verbunkos zene, tehát egy igazi forradalmi forgatag várja a hozzánk látogatókat. Azt gondolom, hogy a budavári Palota negyed, ez egész vár tulajdonképpen egy hiteles helyszíne a, a forradalomnak, hiszen több olyan helyszín is van, amelyet akár vezetett sétáinkkal is megismerhetnek, amelyek Kellest épületek például megismerhetik a Nem engedünk a 48-ból című vezetett sétánkkal, azt, hogy melyik épületből is szabadítottak ki 48. március 15-én a forradalmi tömeg táncsicsot. Tehát nagyon sokféle program, érdemes ez egész napot velünk tölteni, és aki esetleg megéhezik közben, annak ajánlom, hogy a főrség épületében, ahol egy nagyon szép étterem várja a látogatókat, kóstolják meg a kosut kiflit, vagy akár a huszárcsókot is, mert kifejezetten az ünnepi napokon lehet itt megkóstolni. Jó, jó étvágyat kívánunk hozzá, és akkor Vencelhez fordulok egy picit. Elválaszthatatlan ezek szerint a huszársága március 15-e ünneptől? Azt gondolom, hogy magyar huszárnak lenni mindig nagyon jó dolog, de március 15 -e és az ehhez kapcsolódó események, azok olyan szép aranybetűkkel írták be a magyar vitézség könyvébe a nevüket, amire mindig méltán büszkék lettünk. És egy ilyen társadalom, ami most picit sok a kihívás, főleg a fiatalink számára, nagyon fontos, hogy legyenek példaképek, és hát mi lenne jobb példakép, mint a magyar huszár ilyen szent, hiszen a 16. századtól a 19. századig a, az akkori Európa katonai webáruházainak a legkeresettebb árucikke volt a Huszár, hiszen valamennyi európai erre a mintára szervezi meg a könnyű lovasságát. hatékonyságban, utólérhetetlenek voltak, gyorsaságban, súlypontát képességben, és hát bizony a magyarok azok, akik ezt tökére fejlesztik, mint hogy a tokai bort sem lehet másolni más vidékeken, hiába próbálják, a mentalitásában, a huszármentalitásban mentalitásban kellett a magyar individum hozzá, ami ezt megtöltötte élettel, tartalommal, spiritussal, és hát mi ebből szeretnénk valamit átadni, hiszen az egyenruha, amit viselünk, abban hősök áldozták az életüket a hazájukért, példámutatóan álltak ki, és fontos, hogy legyenek példaképek a társadalom számára, hiszen a saját problémáinkkal, amikor szembesülünk, és visszagondolunk ezekre az ősökre, hogy mi mindent tudtak megoldani, gondoljunk csak itt a napokban, adásban, hogy a hadik filmre, a mai napig 265 év távlatából is brilliáns dolog, és megoldhatatlannak tűnik a mai ember számára, tehát akkor miért nem lehet példaképként oda tenni, és akkor a mi problémánk rögtön összezsugorodnak, hogyha rágondolunk, hogy ezek az emberek mit tudtak megoldani. Ez a segítség. Igen, ez érdekes, amit mond, és érdekes, amit hozott az is, ezek a relikviák, ugye ezt megbeszéltük, hogy majd külön szóba fogjuk hozni, mert hogy a programokról már Krisztina beszélt, amely majd a huszársághoz kapcsolódik itt a palota negyedben, de egy picit beszéljünk arról, hogy ezek az eszközök is felelhetőek lesznek majd ott. Picsi, kicsit meséljen nekünk ezekről. Természetesen a huszárnak a felszerlése az a 283 darab amiből áll a huszár, a 17 sor gomtól kezdve a nyereg, a csákó, a trombita, a szabja, az elválaszthatatlan szálfegyver, a balvállát védő mente, és minden olyan attribútum, ami tulajdonképpen a huszárt huszárra teszi, és ettől vált a huszár azzá, ami hiszen a világ bármely nyelvén, ha ezt a szót elmondjuk, hogy huszár nem kell fordítani, mindenki tudja, hogy olyan könnyű lovas magyar katonáról van szó, akit mi magyarok találtunk, és megajándékoztuk vele a minket befogadó Európát, és hát ezek a szabják, ezek a relikviák, ezek után gyártottak, és van közöttük eredeti, az a századkürt eredeti, az akkori kornak a parancsközlő eszközeiben még nem volt laptop és mobiltelefon, ezzel tudták a csatatéren a gyors átrendezéseket megoldani, és hát a ló is megtanulta a parancséleket, pici kis tréfás mondókákat ö, ö, fabrikáltak hozzá, amivel még könnyebben meg lehetett tanulni. Ezeket ki is lehet majd egyébként próbálni a tanulásra? Természetesen meglep, a gyerekek számára rendelkezésre állnak ezek a szabják, ö, olyan állapotban vannak, hogy nem tudnak balesetet okozni vele, és természetesen a, a, a felnőtt huszárbajtásának a felügyeletével ö, még inkább egy picit közelebb lehet őket hozni maga a ló, a lóság, a lóhoz való közelét, ennek a, az egésznek a megtapasztalása, egy jóló hátán ülni, ezek mind mind olyan dolgok, amik azt gondolom, hogy egy picit e, oltják egy jóféle szellemiséggel a fiataljaink. Na, hát ezt is kellett próbálni. Jól tudom, ez a program ingyenes, viszont vannak olyan programok, néhány, amely regisztrációhoz kötött. Melyek ezek a programok, és hogy tudnak ezekre regisztrálni esetleg a látogatók? A honlapunkon keresztül lehet ezekre a programokra regisztrálni, de akinek véletlenül nem sikerült ez, az se keseredjen el, hiszen lesz. Lehetőség azért bejutni ezekre a programokra. Lehet, hogy akkor egy-cipicit várakozni kell, de jöjjenek, hiszen a felnőttek számára is, nem csak a gyerekeknek, a felnőttek számára is tartogatunk programokat, hiszen a momentán társulat és a vendégünk lesz, akiknek a tolmácsolásában megismerhetjük a 48-49-es szabadságharc történéseit, de nem hagyományos módon, hanem egy interaktív színjáték keretében, ami azt jelenti, hogy a a nézőknek is lesz lehetőségük egy kicsit beavatkozni a történet menetébe, de természetesen a hitelesség az fontos, és Katona Csaba történésszel... Ez előbb volt euh, itt nálunk az emegyem. <laughs> Igen, Csaba ott lesz és figyelni fog arra, hogy bederben tartsa a történeteket, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon vidám és szórakoztató módja a szabadságharc történéseinek a megismerésének. Kiállítástól a filmvetítésig és a Huszárokig tehát minden a Budavári Palota negyed ebben ma, látogassanak ki minél többen, én pedig köszönöm szépen, hogy itt jártak nálunk. Várunk mindenkit szeretettel. Köszönjük, Köszönjük szépen. A